A felszállás előtti utolsó percek izgatottsága, izgalma, ez a koncentrált figyelem ideje. Minden augusztusban különleges látványban lehet része a koránkelőknek, illetve az alkonyat szerelmeseinek Hajdúböszörményben. Újra megszervezte ugyanis a Böszörményi Ballonklub a Ballon Fiesztát a városban. A program során augusztus 15-e és 18-a között meg annyi csapat érkezett a fürdőkertbe, hogy ennek a különleges sportnak hódoljanak. 9 évvel ezelőtt indult el Hajdúböszörményben a Böszörményi Ballon Fiesta. Ez a 9. alkalom. Az idén 12 csapat tisztelt meg bennünket, az ország minden részéről, illetve Erdélyből is, innentől kezdve, hogy szokott lenni, nemzetközi fiesztáról beszélünk. Ugyanúgy 4 napos a rendezvény, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, a repülések reggel 6 órakor, illetve este 18 órakor van, adódóan ma csütörtök van. Sajnos a mai nap a meteorológiai jelentés alapján sajnos nem tudunk felszállni, de hát az időjárás az elég viszontagos, főleg ebbe a kánikulában. Ezt most le kellett fújnunk, de a reggeli repülés valószínű, hogy rendben lesz. Bízunk benne, hogy a maradék 3 napon ezt tudjuk teljesíteni. A csapatok itt vannak, az ellenőrzések megtörténtek, mindenki jól érzi magát. Bízok benne, hogy nagyon sok érdeklődő lesz, mint hogy minden évben. A 3 helyszínünk lesz a felszállásra. Itt maga a fürdőkert, ez a főbázis, illetve a Széchenyi iskola környéke, inkább úgy mondom, a traktorhúzó verseny szokott lenni, illetve a csorda legelő, mert a célunk mindig az, hogy ha bárki is jön, mi vagy fiesztáról beszélünk, nem versenyről, szeretnénk minden utast, hogy a városon átrepüljön és meglássa, hogy azért Hajdúböszörmény milyen szép, milyen nagy és milyen csodálatos a építészeti maga a körszerkezete. A rendezvény szíve, lelke Gellinné Herpai Gabriella alelnök, aki nem csupán a hatóságokkal és a pilótákkal, hanem az érdeklődőkkel is folyamatosan tartja a kapcsolatot. A telefonom az 2 hónapja az egyfolytában csörög. Ez a hét konkrétan úgy telt el, hogy még éjszaka is folyamatosan hívnak. Aztán hát nyilván próbálok helytállni, és próbálom azért a szervezési feladatokat azért előnyben tartani, és szem előtt, hiszen azért itt nagyon komoly dolgokról beszélünk. Tehát itt ugye maga az eseti légtér, amikor ugye megkerjük az eseti légtér határozatot, itt folyamatos kapcsolattartás van a légügyi hatósággal, a Honvédelmi Minisztériummal, és ugye most már nem elég egy ilyen rendezvényhez csak egy eseti légtér határozat, hogy ők megadják az engedélyt, hanem van egy úgynevezett AS01 adatlap is, és ennek millió melléklete, amit ugye muszáj beszereznünk. Ennek egy része ugye a pilótáktól érkezik, meg a másik része pedig ugye az, amit mi állítunk össze. Tehát itt különböző táblázatokat a repüléssel kapcsolatban, a földi kiszolgálással, a földi személyzettel kapcsolatban. Aztán ugye itt több napon keresztül, amikor ezek a hőlégballonok elrepülnek, elfogyasztják azt a gázmennyiséget, ami szükséges a repüléshez, amikor visszaérkeznek, tehát nyilván ezt meg kell tankolni. Na most ugye nem benzinkútra szaladgálunk, hanem itt folyamatos egyeztetés megy a Prima Gázzal, és ezúton is köszönjük a Prima Gáznak, hogy ebben az évben is kiemelkedően támogatta a rendezvényünket, nagyon sok repi ajándékot szoktak egyébként ilyenkor kiosztani, amit mi ugye odaadunk ilyenkor a csapatoknak, és ugye itt a tankerautó ilyenkor itt áll 4 napon keresztül, akik biztosítják a rendezvényhez szükséges gázt, hogy ugye abban sem szenvedjünk hiányt. Most nagyon-nagyon sajnálattal tapasztaltam, és vettük tudomásul, hogy nem tudunk repülni, nem tudtunk most menni, de természetesen ugye ez a pilóták felelősség, illetve a repülésért felelős személy, a Füstös Ferenc felelőssége. Tehát itt folyamatos egyeztetés van nekünk a repülés meteorológiával. Most ugye több utast fel kellett hívnom, és közölnöm kellett velük, hogy sajnos le kell mondjuk a repülést, akit tudtunk, áttettünk egy másik időpontra, aki messzebbről jött, és mondjuk neki az nem jó, sajnálattal vette tudomásul, de sajnos még mindig ott tartunk, hogy mi vagyunk a legszélérzékenyebbek, mi vagyunk a legjobban kitéve az időjárásnak, és sajnos nem tudunk ez ellen mit tenni. Még egyszer mindenkitől elnézést kérünk, itt az utolsó utáni pillanatban dől el az is, hogy tudunk-e menni, nem tudunk menni, most holnap estére is egyébként azt írják, vagy azt mondják a pilóták, hogy az este 6 óra, az úgy néz ki, hogy nem biztos, hogy akkor fel tudunk szállni, 6:30, tehát nagyon meleg van, ezeket a kupolákat tanultuk fizikából, lényegesen melegebbre kell fűteni, mint a kinti hőmérséklet. Így
tud elemelkedni a földtől. Na most egy ilyen hőségbe, hát ez fizikai képtelenség úgy felfűteni, vagy pedig olyan gázmennyiséget fog elhasználni a pilóta a repülés által, amivel lényegesen csökken a repülés, ezáltal nem lesz olyan élmény mondjuk, ahol mondjuk egy 30-40 percet is a levegőbe tudunk tartózkodni. A rendezvény felkért szakmai vezetőpilótája Füstös Ferenc, aki maga is hosszú-hosszú évek óta hódol ennek a sportnak. Itt meghívott csapatok Magyarország összes környékéről, sőt külföldről érkezett kapitányok is vannak. Mindegyik sok órával tapasztalattal rendelkező, általában ezeken a fesztiválokon, mivel utasokat is reptettünk, tehát szakmailag megbízható kollégák vannak itt. Mivel ez egy olyan légijármű, amit nem tudunk irányítani, tehát ez 100%-osan csak a természetre és annak a érzékelésére van hagyatkozva, úgyhogy ezt leküzdve, megbirkozva, kihasználva a természet adottságait tudjuk irányítani és a utasainknak élményt szolgáltatni. Szerintem ez egyetlen olyan légijármű, ami a természet közeli, hát teljesen meg tudjuk közelíteni a bokrokat, házakat, tetőket, fák tetejét, tehát a madártávlatot be tudjuk mutatni, és azért utasainknak ez egy hatalmas élmény általában. Feri, mi a te történeted? Hogyan lettél a hőlégpanolok szerelmese? Hát ez egy hosszú sztori. Én még 16 évesen ejtőernyősként kezdtem el, és egy ottani hosszú pályafutás után elkezdtem hőlégpanolból ugrálni, és egyik alkalommal nem sikerült, mert olyan időjárás volt, hogy be kellett maradnunk, és leszálltam a hőlégbalonnal, és megtetszett pont ez az esetlensége, hogy nem irányítható, hanem tényleg gondolkodni kell, használni az embernek minden érzékét, és kipróbáltam magam ebbe is, és ezt most már, ezt is 10x éve csinálom, úgyhogy igen, ez egy éles stílussá vált számomra is. A család mit szól hozzá ehhez a hobbihoz, felelősségteljes munkához, hivatáshoz? Tehát a páromat is úgy választottam, hogy már ebbe ismert meg, a gyerekek ebbe születtek bele, tehát ezt úgy hozta magával az egész, úgyhogy nem választás volt, hanem egy belejáruló dolog, amit ők is úgy gondolják, hogy ezt szívesen csinálják velem együtt.